Maga a Belinek a kalúza magyarországi bemutató. Tehát ez soha Magyarországon nem hangzott el, se koncertformában, se előadás formájában, hanem ez egy magyarországi bemutató. Azt kell a darabról tudni, hogy nagyon sokáig kvázi nem elfelejtették a darabot, de aztán 1920-as években ezt egyszer csak újra megtalálták Olaszországba, és aztán a nagy felfedezésének Mária Callas volt, mert a Callas rájött arra, hogy ez a szoprán szerep ez egy nagyon hálás szerep, és mindent meg lehet benne mutatni, és ráadásul jó drámai is, van nagy őrülés jelenet benne, egy gyönyörű dallamok sokasága, és gyakorlatilag ez a Bellini, ez a Belcantónak a megszületése. Ez az opera, ez az Il Pirata. Ez egy egészen elképesztően friss mű. Nagyon érdekes, hogy amikor ez a darab megíródik, akkor kb. 30 évvel vagyunk a Varázsfúvola után, és a Bűvös vadász után vagyunk 6 évvel, tehát minden itt van egy rakáson. És emiatt a Bellininek itt még abszolút vannak Mozartos dolgai, abszolút vannak Beethovenes dolgai, és minden olyan, ami még a kialakulás előtt pont egy küszöbnyire vagyunk attól, hogy a tökéletes Bellini és a Belcanto megszülessen. A Belcanto egy olyasfajta műfaj, ami nagyon az Olaszországhoz kapcsolódik. A lényeg az ének szólamnak a mindenhatóság. És ez a fajta ének szólam az, ami vezeti a dolgokat, a drámának az énekben való elmondása, ha úgy tetszik, egy társalgási dráma. Várom mindenkit november 6-án Műpában, egyszerűen azért, mert egy magyarországi bemutatón, amikor ott van az ember, az később 20 év múlva is egy ügy lesz, egy tett lesz, és el lehet azt mondani, hogy én ott voltam a Bellininek a kalusz bemutatóján Magyarországon, és hát a Belcanto szerelmesének pedig egy kötelező program, az nem is kérdés. Dolgok, sora van benne.